Üdvözlöm, szerkesztő úr! A közmunka kérdéséhez szeretnék egy-két gondolatot hozzáfűzni. Én úgy gondolom, nagyon jó volt tehát az összehasonlítása a 60-as években való időutazás kapcsán. Én megmondom őszintén, hogy kicsit szomorú vagyok. Én azt hittem, hogy azért egy ilyen 50-60 év alatt azért egy kicsit korszerűbb dolgot is ki lehetne találni erre a dologra, mert megmondom őszintén, hogy nekem ez a vándorkubikus rendszer, én azt hittem, hogy fekete-fehér filmeken fogom utoljára viszont látni, de úgy látszik, hogy ezt azért 20 év kemény demokráciával sikerült elérnünk, hogy újra majd megindulnak Szabolcsból az emberek egy talicskával, 4-5 lapáttal, ahogy ezt láthattuk a 45 előtt közvetlen, meg utána is az újjáépítés folyamán. Úgyhogy mivel ilyen eszközök kellenek, valószínű, hogy az ország állapota is körülbelül a 45-ös időket idézi. De várjon, Tibor, hagyj vágja közbe, de bár már itt tartanánk. Tehát először is ugye meg kell találni a munkát. Az van, uram, az léptennyomon van, fizetőképes kereslet nincs. Ezt nem szabad összekeverni. És még egyet nem szabad. Hány cég járt, hány dolgozó járt úgy kétkezi munkás, hogy nem fizették őt ki? Mindennapos események. Uram, én ebbe dolgozom, úgyhogy ebben is tudom, hogy miről beszélek, de szerintem mindenki tudja, aki nyitott számmal jár az országba. Úgyhogy én az irányát egyébként teljesen rossznak tartom, mert itt olyan közmunkákat próbálnak erőltetni, ami véleményem szerint haszontalan, de ha finomabban akarom fogalmazni, akkor a prioritási sorrendemben jóval hátrább van. Hát miről is beszélek? Itt a közintézményeket kellene már végre valahára felújítani, ugyanis olyan gazdaságtalanul működnek mind hőtechnikai szempontból, minden, tehát energetikai szempontból, hogy az bődületes, ugye de itt azért mondhatnám, több százéves épületekről beszélünk. De Tibor, én mondhatnám azt is, hogy a humánpolitika is nagyon rossz, mert azt, amit egy ember megold Ausztriába, azt itt 20-an se tudják megoldani. Meg hát igazándiból itt Magyarországon... Most nem a kétkezi munkásra beszélek. Igen. Itt igazándiból egy felújítás úgy történik, ha megengedi, személyes tapasztalatok alapján elmondanám, hogy egyes ilyen kooperációkon körülbelül 40 darab mérnöki végzettséggel rendelkező ember jelenik meg, és nincs annyi kétkezi munkás az épületen, amit épp felújítanak. Aki ezt nem hiszi, az nézze végig, tehát egy-egy ilyen kooperációkon minden szakmából 3 darab mérnök jelenik meg, egy tervezőmérnök, egy kivitelezőmérnök, és egy műszaki átvevő, aki szintén mérnök, és ez minden szakmára, tehát mindegyiken van védősisak. Villamossági mérnök. És mindegyiken van védősisak. Nagyon visszhangzok egyébként. Mondom, mindegyiken van védősisak. Így van, tehát hogyha, ja, és a legnagyobb problémát az okozza nekik, hogy milyen színskálába rendezzék el mondjuk a fali burkoló lapokat. Tehát ez így döbbenetes, hogyha ezt így akarjuk csinálni, és nem a valódi szakembereket kérdezzük meg, akkor és ez igaz az ország akármelyik problémájára. Sajnos. Tehát a cigány kérdésre, az antiszemita kérdésre, a gazdasági kérdésekre, a politikai kérdésekre. Végezetül engedjen meg egy mondatot, ami a következő. Itt nem a magyar munkásnak kell Magyarországon versenyképesnek lenni Európába, hanem végre valahára a politikusainknak. Köszönöm, Tibor, szépen, köszönöm, hogy telefonált. Anna, mit szól ez a kulcsárügyhöz, hogy ennyi éve húzódik? Hát ez természetes. Miért? Hát azért, hát a fehér galléros urak, hát azért nem szeretnék, hogyha napvilágra kerülnének azért a névsorba, ABC sorrendbe. Tudja, hát, nekem mi a legfurcsább? Hát most kezdődik előről, és aztán előbb-utóbb, ugye, hát igen, nálunk divat az elévülés, ettől mondjuk kiütés kapok, olyan az embernek a teste tőle, mint a bárányhimlő. Szóval azért ez, hogy elévülés, ezek a gazdasági bűncselekmények, ezek a gazemberségek, hát ez érdekes módon ez elévül, de hogy ez mitől van, na mondjuk nem vagyok jogász, nem is értek hozzá, de nem is érdekel különösebben. Szóval ez egy időhúzás, és előbb-utóbb meg fogják dicsérni majd ezt a kulcsár urat, aztán megint hazaengedik, ott majd el lesz mind a befőtt. Szóval nem is nagyon foglalkozom velem, mert azt hiszem, hogy fölösleges. Viszont foglalkoznék én ezzel a szakszervezettel egy pillanatra. Igen. 1990-ben ugye a szakszervezetek léteztek, gondolom,
voltak. Komoly vagyonnal. Igen, 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 igen. Na most elfelejtették akkor felborogatni az asztalt, elfelejtették egymáshoz odavágni a székeket, elfelejtették megkérdezni, hogy hova lett a nyugdíj pénztárból a pénz, elfelejtették megkérdezni, hogy hova lett az egészségügybe addig befizetett embereknek a pénze. Tehát gyakorlatilag a szakszervezeteknek ez is feladatuk lett volna akkor. Akkor. Azóta ugye ők milliókat keresnek a vezetők, ők nem igen foglalkoznak az embereknek a napi gondjaival, hogy mit tudom én, tud-e adni az anyuka reggelit a gyerekének, mielőtt elmegy iskolába, mert kiesik a padból a gyerek az éhségtől. De ezekkel kellett volna már akkor elkezdeni foglalkozni, amikor ellopták a nyugdíjunkat a kasszából, és ellopták az egészségügyet. És ezt a sok üdülőt? Hát az üdülőket lehet sorolni, a gyárakat, az üdülőket, hát ott van a Balaton Világosi, vagy a Balaton Aligai pártüdülő, hát azt rendesen lerohasztják, és akkor majd nagy pénzért valaki megveszi. Vagy nem, kis pénzért megveszi. Kis pénzért, aztán nagy, na jó, hát szóval... Papíron nagy pénzért, hogy sikerüljön valami pénzmosást csinálni, tehát és aztán még nagyobb ér eladja. Igen. Ezzel kellett volna a szakszervezetnek foglalkozni, nem azzal, hogy a rendőrök elmenjenek 40 éves korukba nyugdíjba, mert még egy 40 éves ember még azért ereje teljében van, sőt, akkor a legjobban tud dolgozni, mert addigra már annyi tapasztalata van, hogy be tudja tanítani az utána következőt. Na most a közmunkával kapcsolatosan. Ezt csak a röviden, mert Miklós is várakozik. Igen, egy pillanat alatt elmondom. A közmunkát ugye ezt kitalálták annak idején a JF-ék. Na most ezt csodálatos módon átvettük. Na most ennek az országnak nem közmunkásokra van szüksége, hanem munkára van szükség. De hol dolgozzanak az emberek? Nem épül egyetlen egy üzem, nem épül se kis üzem, se nagy üzem. Ami van, az is ugye tönkrement, mert ugye mi nem engedjük, hogy az unió beleszóljon a mi életünkbe. Hát akkor végső soron, akkor most nem lesz cukorgyárunk se, nem lesz cipőgyárunk se, nem lesz ruhagyárunk se, nem lesz hajógyárunk se, gazmávak, stb. Szóval ezt szisztematikusan teljesen tönkretették, és emlékszem arra, amikor a Csurka urat kirúgták, amikor azt mondta, hogy Palesztinát csinálnak Magyarországból. Kérem szépen, íme tálalva van Palesztina. Ez még rosszabb. Hát én azt mondom, megmondom Ilona, miért rosszabb, és ezt már Miklósnak is célzom. Ez azért rosszabb, mert azért valamennyire élhető országban voltunk. Igaz, hogy nem utazhattunk akkor külföldre, amikor akartunk. Igaz, hogy voltak, akik jobban éltek, mint mi. Igaz, hogy óriási lett az államadósság, de hát az államadósság még nagyobb lett azóta. Igaz, hogy voltak akkor is olyanok, akik milliókat tudtak eltenni, hiszen milliárdokat még nem, de milliókat már el tudtak tenni, meg motorcsónakok is voltak, meg egyebek, és hát ugye akkor is volt óriási korrupció, csak ha valakit elkaptak, és senkinek senkije nem volt, akkor ment a sitre, legalább egy 10-est kapott. Ma milliárdos ügyleteknél 1-2 év maximum, az is felfüggesztve. Miklós, mi a véleménye önnek erről? Hát kiegészíteni tudom ön csak, szerkesztő úr, jó estét kívánok. Üdvözlöm. Miklós vagyok. Ugyanis az, amit ön most elmondott, ehhez annyit tennék hozzá, hogy a múltban, most az úgynevezett rendszerváltás előtti időszakra gondolok, legalább... Mi volt rendszerváltás, mikor? Nem. Azért mondom, hogy úgynevezett... Megijedtem. Nem, azért mondom, hogy úgynevezett rendszerváltás előtti időszakra legalább a társadalom nagy része kiszámíthatóan tudott élni. Igen. Ez alatt azt értem, hogy volt munkahelye, munkája nem biztos, de volt hova bemenni, megkapta a havi fizetését annyit, amennyit, azt be tudta osztani a következő fizetésig, ki tudta számítani, hogy mennyit költ erre, arra, amarra. Egy statisztikai adatot hadd mondjak, egy normális munkabérnek akkora 20%-a ment el a lakásrezsire, illetve az energiaköltségekre, most a 80%-a. Na most akkor, ha és akkor még vékonyan számolta meg.
Tessék? Akkor még vékonyan számolta meg a 80%-ot. Igen, igen, így van, így van. Na most akkor azért félre tudott tenni valamit egy kis trabantra, egy kis szalagparcellára, és ez volt az élet ne továbbja. Le lett szoktatva az akkori polgár a gondolkodásról, mert az állam azt mondta, hogy te ne foglalkozzál semmivel, te ne politizálj, én mindent megoldok helyetted. Ha politizálsz, beviszünk egy kicsit, elbeszélgetünk veled. Igen, igen, te mindent megoldunk helyetted. Igen. Jött az úgynevezett váltás, azt mondták, hát emberek, demokrácia van, meg piacgazdaság, innentől kezdve mindenki gondoskodjon magáról. Ja, ha gondoskodhatok magamról, hát ha pozícióba vagyok, ellopom a fél gyárat. Ha meg nem vagyok abba, akkor ki vagyok szolgáltatva. Na ez volt a mi rendszerváltásunk. Igen, igen, és ez nagyon szomorú, és én egyre jobban úgy érzékelem, hogy nem fogjuk tudni utolérni magunkat, és én azért szeretem ezt a műsort, mert a nézők olyan tartalmasan szólnak hozzá, hogy ez is azt mutatja, hogy jó, hogy van ez a műsor. Igaz, hogy időnként kapok olyan kritikát, hogy de hát miért már nem a főnökségtől, hanem miért kell elmondani mindent. Na most az a baj, hogy itt gyakorlatilag 20 évig nem mondtak el semmit. Hát ezért kell elmondani mindent egyrészt, másrészt, ha még egy percet enged nekem, akkor annyit elmondanék én is, hogy ezt a szót, hogy cigánybűnözés nem kellene kerülni. Ahogy van fehér galléros bűnözés, meg politikus bűnözés, persze, meg fiatalkorú bűnözés, van cigány bűnözés is, ami nem azt jelenti, hogy minden cigány bűnöző. Kérem szépen, Göncöl Katalin egy dolgozatában 90 előtt valamikor konkrétan leírta a cigány bűnözés, de a belügyminisztériumi értesítőben is volt ilyen. Talán egy néző küldött is nekem ebből, hogy effektíve úgy volt leírva egy cigány bűnözés. Miklós? Hát világos, tehát nem a szótól a fogalom. Persze, sajnos a ténnyel együtt kell, hogy éljünk, nekünk kell megoldanunk azt a problémát, ami házon belül van, azaz a határaink.